Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. Nagyon boldog új évet szeretnék kívánni minden kedves nézőnek, akár feliratkozott már a csatornára, akár még nem. Remélem, hogy idén is számotokra érdekes tartalmakkal tudok szolgálni. A korábbi blogomon minden évben az évindító bejegyzés az újévi fogadalmak booktag kitöltésével kezdődött, ezért ezt a jó szokásomat szeretném ide a csatornára is behozni. Tehát most ezt a 10 kérdésből álló kis kérdőívet fogom itt helyben kitölteni. Ehhez kivételesen szokásomtól eltérően most puskázni fogok. Ide a kis füzetembe írtam fel a kérdéseket, amiket már előre megválaszoltam, így ide tudtam készíteni a bemutatandó könyveket magam mellé. Lássuk, hogy mik is a kérdések. Tehát egy író, akitől szeretnél idén olvasni, de még nem olvastál tőle semmit. Nekem ez idén Moskát Anita lenne, akit már nagyon sokan ajánlottak, hogy nagyon jól ír, nagyon jó könyvei vannak. Nekem az Írha és bőr van meg tőle, úgyhogy ezzel fogok megpróbálkozni. Remélhetőleg tényleg sikerül az idén. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen viszonyunk lesz a továbbiakban az írónővel. Én szavaztam már neki, így láthatatlanban bizalmat azzal, hogy ezt a könyvét megvettem. Remélem, hogy nem csalnak a megérzéseim. Aztán egy könyv, amit mindenképpen szeretnél elolvasni idén, ez Alicia Munoz-tól a Nincs több veszekedés. Egy pszichológiai önsegítő témájú könyv, ami a kapcsolatokban segít valamilyen szinten, hogy elkerüljük a veszekedéseket, hogy békésebbek legyenek a napjaink. Ez egy nagyon érdekes téma, és kíváncsi vagyok arra, hogy mit tud még nekem mondani konfliktuskezelésben. Reméljük, hogy sokat. Aztán következik egy klasszikus, amit szeretnél idén elolvasni. Nem biztos, hogy az idei évben lesz hangulatom a klasszikusokhoz, ezt így elég nehéz megmondani, viszont az Üvöltő szeleket már elég régóta szeretném elolvasni, és több rendbeli ajánlást is kaptam merre, hogy ezt igencsak el kéne. Tehát, ha lesz hangulatom a klasszikushoz, akkor ezt fogom elővenni, de erre nem fogok garanciát vállalni, hogy sikerül is. Egy könyv, amit szeretnél újra olvasni, ez Rick Riordantől a Csata a labirintusban, a Percy Jackson sorozatnak a negyedik kötete. Igazából a sorozatot már 21-ben vagy 22-ben szerettem volna végigolvasni, újra természetesen, de sajnos nem sikerült, és a tavalyi évben sem tudtam befejezni. Két kötet átcsúszott erre az évre, viszont idén már tényleg szeretném befejezni a sorozatnak az újraolvasását. Tehát nem csak a negyedik, hanem az ötödik kötetet is idehozhattam volna, mert az is illik ehhez a ponthoz. Egy könyv, ami ezer éve váró listás, és idén szeretnéd végre elolvasni, ez Stephen King-től a 11-22-63, ez a csodás két kötetes. Ez még mindig rettentően zavar. Ez 2019 óta várja, hogy elolvassam, és idén nagy valószínűséggel már el fogok érni hozzá. A fennmaradó Stephen King kötetek közül ez a harmadik időrendben. Lehet, hogy az év közepére vagy az év második felére fog majd sorolódni, de ezt most már nagyon jó lenne tényleg elolvasni idén. Majd következzen egy jó vastag könyv, amit idénre terveztem, szintén Stephen King-től a Duma Key, ami 720 oldal, mert tényleg egy jó vastag könyv. Egyébként az előző könyv ehhez a ponthoz is illett volna, ez a kettő tényleg felcserélhető. Ez jön előbb, tehát ezt fogom hamarabb elolvasni, ezt a pontot fogom hamarabb teljesíteni ebben az évben. Ehhez nincsenek várakozásaim igazából. Lesz, amilyen lesz. Egy író, akitől már olvastam, és idén is szeretnék, ez Frank Herbert. Nagyon kellene folytatni már a Dűnét, ugyanis
Legalább 2 éve olvastam az első kötetet, és azóta sikerült az egész sorozatot ebben a gyönyörű szép kiadásban megszerezni. És mielőbb tovább kellene menni a történettel, mielőtt elfelejtem, hogy egyáltalán hogyan is indult az egész. Ez nagyon jó lenne. Karácsonyra kapott könyv, amit idén el fogsz olvasni, hát én az orosz Harry Pottert nem ígérem meg. Bocs. Egy sorozat, amit elkezdeni és befejezni is 2024-ben fogsz. Hát itt két jelölt is volt. Az egyik a Cormoran Strike Robert Galbraith-től, viszont ez 7 kötet és elég vastagok, így nem sok esély van arra, hogy idén elkezdjem és be is fejezzem valóban. Több esélyt látok arra, hogy John Cure Hontalan lelkek trilógiáját el tudjam olvasni, ezek nem olyan vészesen vastagok, és ez csak 3. Erre nagyobb esélyt látok, mint bármi másra. Egyébként pedig nem sok olyan sorozatom van jelenleg itthon, illetve a fejemben, amiről tudom, hogy idén szeretném, vagy bármi esélyt látok arra, hogy idén elkezdjem és be is tudjam fejezni. Ebben sem vagyok biztos, de megteszem, amit tudok. És végezetül van-e valami olvasási tervem, hány könyvet szeretnék idén elolvasni? Erre az évre is ugyanúgy ezt a 30-at szeretném belőni. Ez úgy tűnik, hogy működik azzal az életvitellel, amit mostanában a magaménak mondhatok. Nem is sok, nem is kevés, ez szerintem egy megfelelő mennyiség. Meglátjuk, hogy sikerül-e teljesíteni. Az oldalszámot illetően nincsen semmilyen elvárás magamtól. Ez attól függ, hogy milyen könyveket sikerül idén elolvasnom. Ez lehet több is, vagy kevesebb is. Természetesen ez a 10 000 körüli oldalszám, ez jó lenne, de még ennek akár a duplája is előfordulhat, hogyha idén a jó vastag könyvek lesznek túlsúlyban, meg a sorozatok. Illetve nagyon-nagyon szeretném már Stephen King életművét befejezni, mert 2 éve tervben van, hogy a fennmaradó köteteit elolvasom, de valahogy mindig más történik, más érdekel, más ragadja meg a figyelmemet, így ez húzódik már egy ideje. Nem ígérem meg, hogy idénre befejezem az életművét, de most már tényleg nagyon szeretném, mert nem sok van hátra, talán csak 6 vagy 7, valahogy így. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha van kedvetek, osszátok meg velem, hogy ti milyen könyveket terveztek 2024-re, akár ki is tölthetitek ugyanezt a booktaget, bármilyen formában, akár csak egy listaként itt kommentben, vagy a Mojon, vagy ha blogotok van, azt is nagyon szívesen elolvasom. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi az átfedés. Még egyszer nagyon boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek, és remélem, hogy olyan könyveket fogtok idén is olvasni, amilyeneket szeretnétek, annyit, amennyit szeretnétek. Sziasztok!